a bűn zsoldja, a halál. Tehát ezek mind a világba az emberen keresztül jöttek be, de nem az ember az eredete, nem az ember a szerzője, de viszont az ember az ördöggel való együttműködés eredményeképpen ezt az egész látható világot alárendeltette a rossznak és a gonosznak. Ezért látjuk, hogy nem csak a napjainkban, de a múltban is többnyire az emberek döntő többsége a földi életben a rosszat, a romlást, az üllést, a gonoszságot tapasztalták meg, és sajnálatos módon ez oka többek között annak, hogy nagyon sok ember elveszítette a hitét Istenben. De ez azért történt meg, mert a hitük nem Isten igéje alapján állt. Mert Isten igéje világossá teszi, hogy ez a világ és ez a korszak is gonoszságban vesztegel. És pontosan a küzdelemnek, tehát a harcnak, mert jóval kell le, azt mondja Pál apostol, hogy jóval győzzük le a gonoszt. Tehát itt a harcról is szó van, és a győzelemről is szó van, és egyértelmű a kijelentésből, hogy a semleges keresztényeknek esélyük nincs arra, hogy győzelmet arassanak. És minden ember, hogyha egy csupán a jót akarja, akkor is konfliktusba fogja találni magát. És ha nem akarja feladni a jónak az akarását, akkor harcolnia kell a jóért. De azt látjuk a történelemben, hogy ez a küzdelemharc többnyire kudarcba és vereségbe fullad, hogyha az ember Isten nélkül, vagy Istentől függetlenül kíván küzdeni, harcolni a rossz, a gonosz ellen, mert szeretné, hogyha nyilvánvalóan a jó uralma alá kerüljön a társadalom, a nemzet, az embereknek a kapcsolata, és nyilvánvalóan a társadalmi rend, sőt a világrend. Tehát ez egy olyan erőfeszítése az emberiségnek, amely a mai napig Istentől függetlenül nem volt sikeres. Ezen a területen az ember szenvedte el a legnagyobb kudarcát és a vereségét. De becsülöm azokat az embereket, akik ennek ellenére nem adják fel a küzdelmet és a harcot a jóért. És különösen a keresztényeknek tudniuk kell, hogy ebben a harcban Isten behívta őket. Ahogy állítottam, hogy ha semleges maradsz, akkor az életednek a döntő többsége kudarcba és vereségbe fog torkolni. Nagyon sok olyan tapasztalód lesz az életben, amely a vereségérzést, a kudarcot és a frusztráltságot hozza létre benned és tartja fönn. Ne légy megkeseredett ember, ezt akarja az Úr, ne akard a kudarcot, ne akard a vereséget, hanem mondj nemet a kudarcra, mondj nemet a vereségre. Ennek pedig az első feltétele az újjászületés után, hogy ne iszonyodjál a harctól, ne úgy viselkedjél, mint annak idején Izrael fiai, akiket kihozott Isten az Egyiptomnak a fogságából, de tudta nagyon jól az Úr, hogy kacskaringós és kerülő úton kell bevezetni őket az ígéret földjére, a tejjel és mézzel folyó földre, mert ha a nép, ha meglátja, hogy harcra van szükség ahhoz, hogy előre lépjenek, és harc által tudják a győzelmet megszerezni, még akkor is, hogyha Isten megérte nekik, hogy ebben messze menőkig támogatni fogja őket, a nép meg fog ijedni, és visszamegy Egyiptomba. Tehát éppen ebből a történelmi tapasztalatból okuljunk, hogy ne féljünk és rettegjünk a kihívásoktól, mert a harc az nyilvánvalóan ellenséges erőknek és ellenálló erőknek a leküzdéséről szól. És kinek nem volt olyan élete, vagy olyan tapasztalata, hogy ne kellett volna neki konfrontálnia, vagy szembesülnie ellenséges erővel, vagy olyan erővel, amely meghiúsító, akadályozó, vagyis a céljait, pályafutását akarta, kívánta kettétörni. Azt gondolom, hogy minden ember, hívők is, nem hívők is találkoznak ilyennel. A győzelem pedig azt jelenti, hogy az az ember győz,
akik úrrá tudnak lenni az ellenséges, illetve az ellenfélnek az erői fölött, sőt, ezeket az erőket alá tudják rendelni a saját akaratuknak, illetve a hívők az Istennek az akaratának. Tehát ezért rendkívül fontos látnunk, hogy a győzelem és a rossz elleni és a gonosz elleni győzelem az ember feletti feladat. Nem tudjuk ezt a saját magunk erejével elérni, és éppen ezért rendkívül fontos, hogy megismerjük, hogy mi az a jó, ami rendelkezésünkre áll ebben a küzdelemben, ebben a harcban, amelynek segítségével be is tudjuk tölteni Pál apostolnak az igéjét.